Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója. Nézzük főbb híreinket először röviden. Az égés velejárója, mely halált is okozhat. Színház utca. Már bárki használhatja az utcakaszt. Megismerni, elfogadni. Akadálymentes séta a bibliotékában. Láthatatlan halál. A fűtési szezon kezdetével előtérbe kerülnek a szénmonoxid mérgezés lehetséges okai és a megelőzés módjai. A héten Nagykanizsán is történt már egy szerencsés kimenetelű szénmonoxid mérgezés. A szakemberek azt mondják, nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát. Az égés természetes velejárója egy színtelen, szagtalan gáz, mely akár halált is okozhat. Ez a szénmonoxid. Tudni kell, hogy az oxigén szállításáról a szervezetben a vérben található vörös vérsejt, mégpedig azon belül a hemoglobin gondoskodik. Az a baj, hogy a szénmonoxid molekulák a hemoglobinhoz kötődve lefoglalják az oxigén szállítási kapacitást, mivel 250-szer erősebben kötődnek a hemoglobinhoz, emiatt tulajdonképpen megfullad a szervezet. A legutóbbi fűtési szezonban 9 esetben riasztották a megye tűzoltóit különböző szénmonoxid mérgezésekhez. Szerencsére halálos áldozat Zalában nem volt. Hogy a baleset elkerülhető legyen, az elsődleges feladat a tüzelő és fűtőberendezések karbantartása, melyet szakemberrel végeztessünk, tanácsolja Cseresznyés Dániel, a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője. Ahogy a lakosság körében is egyre jobban elterjedt, hogy milyen veszélyes is tulajdonképpen a szénmonoxid mérgezés, egyenes arányosan egyre több szénmonoxid érzékelőt is szereznek be az állampolgárok. Nagyon fontos, hogy ebből is jobb minőségűt vásároljunk, amit a fogyasztóvédelem oldalán nyomon lehet követni, hogy melyek is azok, amelyek bevizsgáltak. Fejfájás, szédülés, hányinger, hasmenés, izomgyengeség, izomgörcs, bénulás és halál. Ezek lehetnek a szénmonoxid mérgezés tünetei. Bár ezek más betegségek tünetei is lehetnek, nem árt a téli időszakban elővigyázatosnak lenni és egy esetleges mérgezés gyanú felmerülésével jól kiszellőztetni a lakást, majd szakembert hívni. Most további híreink következnek, röviden. Megnyitották. Ott jártunkkor még kint volt a mindkét irányból behajtani tilos tábla a HSMK melletti Színház utcában. Labzártánkor viszont már bárki használhatja az utcakaszt. A belváros rehabilitáció második ütemének projektmenedzsere elmondta, az október 2-ai lezárás megmutatta, hogy szükség van az utcakaszra, hiszen a lezárás ellenére is használták az autósok. A szakhatóságokkal történt egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy megnyitják a Színház utcát a forgalom előtt, viszont további biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Az elmúlt hét tapasztalat alapján visszaadjuk a forgalomnak ezt az útszakaszt, azonban a biztonság érdekében forgalomtechnikai tükröket fogunk kihelyezni, annak okán, hogy belátható legyen minden irányból a közlekedés, lehessen látni azt, hogy éppen busz érkezik, illetve gépjármű közlekedik majd az adott ívben, kanyarívben, ami egyébként most még nem belátható. Újabb mérőeszköz. A héten telepítették Zalasárszeg közelében, a 7-es autóúton a legújabb, Nagykanizsához közeli fix trafipaxot. Az országos rendőrfőkapitányság több száz fix és mobil sebességmérőt helyezett már el országszerte. Az ellenőrző pontra szerelt kamerák a gyorshajtáson túl egyéb szabálytalanságokról is készíthetnek felvételt. Szabadon. Szekercés Krisztiánnak, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium rendszergazdájának nyílt fotókiállítása az iskola galériájában. Képeit kollégája és fotóstársa Bernát Miklós mutatta be. A fiatalember saját örömére 3 éve kezdett el fotózni, akkor még mobiltelefonnal. Másfél éve digitális készülékre váltott, azóta a természet szépségeit igyekszik megörökíteni. Mint elmondta, mindegyik fotó mögött van valamilyen történet. Az egyik legemlékezetesebb egy őszhöz kapcsolódik. Nem voltam felkészülve, hogy meg fog jelenni, és egy körülbelül 10 percen keresztül ott egymásra szemeztünk, és egy nagyon kedves kis állatka volt, és a végén már nem is fotóztam, mert annyi kép készült róla, hogy már csak itt bámultuk egymást lényegében.
Az előttünk álló hétvége is tartogat több izgalmasnak ígérkező sporteseményt. Szombaton a Bányász Sportcentrumban a labdarúgó MB2-es utánpótlás bajnokságban 10 órától az U19-es és az U17-es korosztály is pályára lép a PVSK ellen. Vasárnap az IFI Centrumban 9 órától kiemelt bozsik tornát rendeznek, 11 és 13 évesekből álló csapatok számára. Ugyancsak vasárnap a megyei első osztályú bajnokságban az UFC Nagykanizsa a Csács Enese gárdáját fogadja 15 órától. A női asztali tenisz NB1-ben pedig 11 órától Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyárese Tolna mérkőzést rendeznek. Akadálymentes séta a könyvtárban. Nem mindennapi program keretében fogadta az általános iskolásokat péntek délelőtt a Kanizsai Biblioteka. Az országos könyvtári napokhoz kapcsolódva e napon a fogyatékkal élők elfogadására és segítésére fókuszált az intézmény. Ki szeretne kerekesszékkel közlekedni, mert az most megteheti mindenféle bonyodalom nélkül, igaz? Reméljük. Kardos Ferenc, a könyvtár igazgató helyettese, a rendezvény szervezője ismertette a Rozgonyi Iskola 7. osztályos tanulóival a péntek délelőtti programot, melynek célja az volt, hogy a fiatalok megismerjék, s nem utolsó sorban elfogadják, esetenként segíteni tudják azokat az embereket, akik fogyatékkal élnek, legyen szó látás vagy mozgásbéli fogyatékosságról. A tanulók ki is próbálhatták, milyen a közlekedés, milyen lehet az élet kerekesszékkel. Nehezebb mindenképpen, mert nehéz egy ilyennek közlekedni a városba. A program keretében beszélgetett a diákokkal Kasper Márta, sorstársi tanácsadó, aki 4 éve vállalta és végzi küldetését, hogy segítse azokat az embereket, akik hasonló helyzetben vannak. Mint elmondta, több korosztállyal találkozott már munkája során. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek megismerjék ezeket az embereket. Ne egy rácsodálkozással, egy tehetetlenséggel találkozzanak, amikor oda olyan helyzetbe kerülnek, hogy találkoznak egy mozgássérültel, egy fogyatékkal élővel, már fogyatékosságnak is több csoportjával szemben élünk sajnos, hogy ne tanástalanokként álljanak ott, ha segítségre szorul az a fogyatékkal élő éppen az utcán. Az országos könyvtári napok keretében vasárnap és nyitva tart a Kanizsai Biblioteka, a könyves vasárnapon délután 2 órától interaktív kiállítással, kézműves foglalkozással várják a gyerekeket és szüleiket. Közös játék, közös élmény. Óvodásokkal és felnőttekkel telt meg nemrég a Hevesi óvoda udvara. Az óvonők és a gyerekek közös őszi délutánra invitálták a szülőket. Szülők sütötték a gesztenyét, a gyermekek pedig kóstolták. A gesztenye azonban nem csak étek volt szerdán. Különböző képeket készítettek az óvodások belőle, de más őszi terméssel, tobozzal, dióval való játék is szerepelt a programok között. Minden évben megszervezzük az őszi családi délutánunkat, és évek óta a középsős korosztályt céloztuk meg. Ugye óvodánkban 2 kicsi, 2 középsős, 2 nagy csoport van, elég magas létszámmal működünk, így nagyon jó, ki tudjuk használni a szülőkkel való együttműködésünket. A gyermekek ezen a délutánon kipróbálhatták, milyen szalmába ugrani. Akinek kedve volt, tököt is faraghatott. 25 év alkotásokban. Mérföldkőhöz ért a Hevesi Sándor általános iskola, 4. évszázados fennállását ünnepli ugyanis idén az intézmény galériája. Az évfordulóról természetesen új kiállítással emlékeztek meg. Az ifjúsági megnyitó ünnepélyes pillanatokkal kezdődött, az iskola vezetősége köszöntötte Lengyel István galéria vezető pedagógust, valamint a szervezésben szintén nagy szerepet vállaló kollégáját, Árván és Szabó Judittot. Ez kell neki, bíbábú, legyen apu 100 lábú! Az ünnepségről ezúttal sem hiányzott a Heves és Kisdiákok műsora, porondra léptek a legfiatalabb versmondók, de közreműködtek a zeneiskola balett szakos növendékei is. A megnyitóra Dénes Sándor szintén ellátogatott. A polgármester a szervezők munkáját és az új tárlatot méltatta. A galéria 25 évének nemes légkörét, élményeit, gazdagságát és céljait mutatja be most egy válogatott kiállítás keretében. Beszédében hangsúlyozta, a galéria olyan különleges közeget teremt, melyben a gyerekek elsajátítják a művészetek, az emberi érzések és a gondolatiság nyelvét.
Generációk nőttek fel úgy, hogy hónapról hónapra új kiállítás fogadta őket az iskolába belépve. A kollégák nélkül nem alakult volna ki ez a csodálatos gyerektársaság, amiről Holányi Julianna festőművész a következőt mondta: Hevesi Sándor általános iskola galériája egyenlő, sok kis apró gyermek, akiknek természetes a művészet szeretete, és azt hiszem, hogy ennél nagyobb dicséretet egy galéria nem kaphat. A november 6-áig látogatható tárlaton 71 alkotó, fotósok, festő és képzőművészek alkotásai tekinthetők meg a lehető legváltozatosabb téma és eszköztár felvonultatásával. Hosszabb összeállítást nézőink jövő heti kulturális magazinunkban láthatnak. Most nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Az égés velejárója, mely halált is okozhat. Színház utca. Már bárki használhatja az utcakaszt. Megismerni, elfogadni. Akadálymentes séta a bibliotékában. Kedves nézőink, ez volt mára a Kanizsa Televízió híradója. Híreinket, műsorainkat tekintsék meg honlapunkon a www.kanizsatv.hu oldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!